Népzene, néptánc most című sorozatunk következő epizódját láthatják.
drága tanár úr, én önkritikusan bevallottam, hogy szörnyen nézek, hogy korra reggelzik a gyerekek. 9:30-kor ragyogó mosollyal állnak ide, ezt lehet tanulni? Ezt meg vannak félelmítve az ilyenek. Működik a félelmítés. Aztán valami egészen furcsa kosztüm van a fiúkban. Nagyon furcsa kis, nagyon csinos ruhadarab. Ez most itt a reklám helye. Szerencsére vannak ilyen mindenféle pályázatok, amiből tudunk vásárolni viseleteket. Ez egy eredeti nyárát sejei mellény, ami rajtuk van. Ott kint szőtték a kézzel szőtték az anyagát Erdélybe, és nyárát sejébe készítették, varták kézzel. Hát mondjuk amellett, hogy mutatós és ránézésre is jól néz ki messziről, mondjuk úgy kell elképzelni, hogy egy 50 méter ilyen díszítő szalag, zsinór, vékony van rávarva egy-egy melléjre. Elég macerás kis meló. Egyrészt, másrészt nem kevésbe kerül? Igen, nagyon drágába kerül, maga az anyag is, meg az elkészítése is, de hát szerencsére meg tudtuk venni. Ez eredeti, ennél eredetibb nem lehet, ez értéket képvisel mindig, igyekszünk így gazdálkodni. Ebből azt veszem le, a tanár úgy döntött, nem mondja meg az árát, és szerintesen legyen üzleti titok. De nyilvánvaló, hogy mi ketten fiatal emberek vagyunk, messziről ordít rólunk, előttünk az élet, tehetségesek vagyunk. De mintha itt is látnék új arcokat. Igen, megfiatalodott a csapat, ez szerintem az életrendje. Úgy alakult ez a dolog, hogy ezt mindenki tudja, hogy vidéken, ahol nem egyetemi város, középiskolás városok vannak, ott egy középiskolás kort elérő gyereknél vízválasztó ez az időszak. És hogy meg tudjuk tartani egymást, mert szeretünk együtt dolgozni, ezért én azt a módszert alkalmazom, hogy próbálok a gyerekeknek olyan időpontot ígérni vagy ajánlani, amiben el tud jönni próbálni. Elment középiskolába, mondjuk más városban, nem tud hétköznap jönni, ezért egy valami olyan időpont kell, amikor mégis itthon van. Ez az időpont, ez a felnőtt együttesnek az időpontja. Az a taktika, hogy el kell érje a gyerek középiskolás korra azt a tudást, vagy azt a képességet, hogy be tudjon szállni egy felnőtt együttesbe. Ezzel próbálkoztunk, vagy hátrányunkra, vagy segítségünkre volt ez a pandémiás időszak. Nem volt műsor, nem kellett megmutatkozni, amennyit tudtunk, dolgoztunk. Én azt gondolom, hogy sikerült beépíteni a fiatalokat a felnőtt együttesbe. Óriási élményem volt ezelőtt, hogy durván egy hónappal meghívtál egy pusztára, ahol gyakorlatilag egyedül állt egy épület, és megjött rengeteg táncos, és mindenféle hangerősítés, fényeffektus nélkül, ezek rákezdtek, és jó kedvükbe táncoltak, ki tudja mennyi időn keresztül. Ezt is tanítani kell, hogy szeress táncolni? Nem kell tanítani, el kell idáig jutni, hogy jó kedvéből táncoljon, hogy tánc élményt tudjál adni a táncosnak. Egyébként a segítségünkre volt, hogy ez volt az első a buli a zenekarnak is, ez volt az első buli a táncosoknak is. 13:30-kor még olyan mulatság volt éjjel, hogy csak még. Fantasztikus. Na hát arról én bőven lemaradtam egyéb programok miatt. De ezek az emberek átöltöztek. Azt mondtad, a végére meglepetés várható. Igen, egy nagyon-nagyon nehéz dologgal próbálkozunk egy ideje már. Én nekem a szívem csücske a cigánytánc. Az ország és a Kis Magyarország, vagy a Nagy Magyarország területén mindenhonnét próbálunk tanulni cigánytáncokat, és próbálunk bemutatkozni velük. Ez egy marosmenti cigánytánc lesz, amit most láttok tőlünk. Erről azt kell tudni, hogy elég széles a területi skála, ahonnét ez való. Én megmondom őszintén, soha nem saját kútfőből tanítunk, mindig valami eredeti forrás alapján. Na most a marosmente az azért elég hosszú, elég sok minden belefér. Én megmondom őszintén, hogy az az anyag, amit most a színpadon látni fogtok, ez egy gála műsorból kiragadott, tehát na, úgy mondom, hogy van egy cigány táncos válogató Marosvásárhelyen. De ezt úgy kell elképzelni, hogy van ugyan zsűri, de a zsűrinek a szava az csak iránymutató. Tehát a zsűri az csak javaslatot tesz a továbbjutó. Képzeld el azt, hogy sok-sok száz cigány gyerek indul, és a zsűri tesz egy javaslatot, és a közönség cigány módra, és ezt értsd jó indulatta, vagy jól, ahogyan mondom, cigány módra bekiabál, hogy egyetért a zsűrinek a döntésével, vagy nem ért egyet a zsűri döntésével. Ha nem ért egyet, ezt hangerővel lehet mérni, ha nem ért egyet, akkor hiába mondta azt a zsűri, hogy tovább jutott, nem jutott tovább.
és így válogatnak össze egy 10-12 párt. Majd ez a 10-12 pár egy ilyen intenzív képzésen vesz részt, saját maguk által, és aztán elmennek egy külföldi turnéra. Ennek a külföldi turnénak az anyagából válogattunk mi, de ezek nem műtáncok, ez a saját táncuk, csak egy kicsit kordába van szedve nekik. Lehet, hogy írni, olvasni nem tudó cigány gyerekek jutnak el mondjuk Japánba hatalmas gála műsorokra, azért, mert nagyon-nagyon ügyesek. Őbelőlük válogattunk egy kicsit, az ő táncukat próbáljuk meg a magunk módján, amennyire tudjuk elsajátítani és bemutatni nektek. Fogadjátok szeretettel, tanárunknak köszönöm, legközelebb egy órát vállalunk történetek meséléssel. Kérem szépen egy kis tapsot! Hány vagyok, asszony nélkül vagy!
Ma esti adásunk bármikor megtekinthető weboldalunkon. A kábeltelevízión ismétléssel péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától jelentkezünk. Új anyagot egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!